A Kecskeméti LC a Kalocsát fogadta szombaton a Széchenyi stadionban, és csapatunk jó sorozata folytatódott a tavalyi bronzérmes ellen is. Már a második percben sikerült megszereznünk a vezetést, amikor Molnár beadását Toric kapokozta másodjára a kapuba, majd a folytatásban sem álltunk le, főleg Szalami révén voltak meg a helyzeteink, aki sokáig azonban el volt áthozva. A 26. percben Petric szöglete után került oda a labda Nád udvari elé, aki közelről nem is hibázott, majd Farkas beadása után Szalami is betalált végül fejjel. Szünet előtt a negyedik gólunkat is megszereztük, ismét Farkas volt az előkészítő, Molnár pedig már nem is hibázott közelről a kapussal szemben. A második játékrész kicsit pontatlanabbra sikerült, sokáig jól tartotta magát a Kalocsa, igaz, Szalami kétszer is eltalálta a kapufát. Végül a 77. percben egy jó lefordulás után volt eredményes, majd Ugyinnak végül a mesterhármas is összejött, Petric kapusról kijövő lövését lőtte közelről a kapuba, kialakítva ezzel a 6-0-os végeredményt. A meccs után értetően elégedetten értékelt Némedi Norbert, akivel már a heti programra is kitértünk. A Kecskeméti LC szerdán 15 órakor a Babócsát fogadja a Magyar Kupában a Széchenyi stadionban, vasárnap 16 órakor pedig Solt-Vadkerttel lépünk pályára a bajnokságban. Ez egy másik bajnokság, nyilván azért tényleg tavalyi évben maradt némi respektünk a Kalocsa felé. Nagyon pozitív, hogy nyerni tudtunk, ilyen arányban is. Nekem a mérkőzés egy kicsit olyan lassú tempójú volt a mind a két fél idő, sajnálom, hogy ez így alakult egyébként, és többet ki lehetett volna belőle hozni. Ez egy kicsit azért negatívum, én gondolom. Még az első fél idő az valahogy úgy azért stimmelt, másik fél idő úgy beleszürkültünk mi is. Bár mindig azt mondom, hogy próbáljunk kihasználni mindent, mert nem lehet tudni, hogy mi számít a végén. Úgyhogy, de összességében azért elégedett vagyok. Még egy kicsit a régi kerékvágásban, amikor ugye a kupa sorozat volt, ezelőtt egy jó pár héttel korábban. És a szerdai a legfontosabb, most azon azért szeretnénk tovább jutni, úgy gondolom, hogy van lehetőség a csapatnak, főleg így, hogy hazai pályán játszik. Aztán a hétvége ez egy kicsit később van, utána még egy pihenő nap, úgyhogy én azt gondolom, hogy utána rá is fér a csapatra ez a pihenés. Nagyon hosszú azért ez az egész július óta. Minél jobban szeretnénk szerepelni ezen a héten is.